Ted! Miért nézel ilyen bambán? Édes jó Istenem! Lekéstük, a szinkron titkok már régen megy! Induljunk, hát... Hova mennék? Így mesztelenül? Több ciki, ezt te sem akarhatod! Még meglátják a bundám, és az 5-ös 10-ben mindenki kirövne engem! Nem megyek így emberek közét, soha, de soha! Há, má! Jó, látvertelek, ki nem hagynám ezt! Most is benne vagyunk, te állat! Na, az a baj, nem jöttek még meg a vendégek! Azonban a műsornak el kell kezdődni. Ilyen, hogy valaki vonattal meg haza meg. Sziasztok meg. Meg busszal, meg nem tudom micsoda. Meg egyébként is ugye itt pont ma eszembe jutott, amikor kimentem pisilni. A Csupasz pisztoly című film meg van, amikor a mikrofon bent hagyják. Érted, hogy gondolkodtam, hogy a pisilni, a Atya Úristen, a Gyula, Gyula. Nem hallottuk semmit. Semmit akkor, nem is lehetett hallani. Na, azért szép számba összejöttünk. Szóval nincsenek itt a vendégek. Akkor is elkezdik a műsorban, közben be fognak futni. Vagy megjöttek? Nem. Nem. Lassú a lép. Semmi baj. Tudok én eleget beszélni, tehát itt azért, amíg majd húzom az időt, mert közben a szülőket megkérjük, hogy SMS-t azért dobjanak a gyerkőcökre, hogy megérkezzenek. Tehát kicsit kifordult a világ önmagában, nem csak emiatt, mert a vendéget nem jönnek meg, hanem hétvégén a gyerekeimre egy játszótéren voltam, és nem vagyok olyan, de kibukott belőlem, hogy a mai fiatalság ugye hogy öltözködik. Hát van az a fiú is, mondom. Ez a lányom, szól a mellettem lévő, jaj, mondom, elnézést, nem tudtam maga az anyukája, hát az apja vagyok, és kész, megsemmisültem. Szóval ilyen dolgok vannak, ilyen dolgok voltak. A kérdés az, hogy milyen dolgok voltak mondjuk ezen a napon, ha beülünk az időkapszulába, a képzeletbeli időkapszulába, varázslunk egy kicsit, tudjátok ki a legnagyobb varázsló? A házmesteres, mert sörpiciklekkel havat hány, próbáljátok ki. Szóval visszaülünk a időgépbe, és láthatjuk, hogy például 95 éve született a Romhányi Józsefünk, ugye? És az az érdekes, hogy a múltkori előadáson ott előjött ugye a Vers, ahogy tetszik című rovatunkba, hogy is volt, segítsetek, hogy tetszett, hogy Csömörön élt az öreg dőreg öredő, mert annak volt egy csengeri csengős pörgeszörű göndör csődőre. De bármilyen pörgeszörű göndör csődőr volt Csömörön az öreg dőreg öredő, mert csengeri csengős pörgeszörű göndör csődőre. Nem szerzett neki virgonc, kenceficz és kancát időre, az örökön ődöngöl, ödörgö, dőre öreg. Így hát csurik csorgatta csöbörbe könnyeit és csúfos csődör csődöt mondott az örökön ődöngöl, ödörgö, öreg dőre, öredőbe, csengeri csengős pörgeszörű göndör csődőre. Szomszédságban élt a fösvény szemere, annak volt egy nőstény szamara. A szamárnál szamarabb szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemelkedett a szamárnál szamarabb szemere. Szemérmes szamárkönyvet szemelkedő szomorú szamara szemére. Ám de mit csinált egy szép nap az örökkön ödöngő, lődörgő, öregdőreg, öredőme, csengeri csengős, pörgeszűrű göndör csődőre, és a szamárnál szamarabb szemere szemérmes szamárkönyvet szemelkedő szomorú szamara? Na mit csinált? Őszvért. Ez volt a bebeszélés. Tudjátok, szoktam mondani, hogy egy előadás előtt nem árt, hogyha az ember bebeszél. Hogy el tudtam mondani, mi? Azért, na nem a taps miatt, de kérem szépen a Romhányi József, fantasztikus egy pasi volt, olyan dolgok köthetőek a munkássága, az mint a Mekelek, a Mézga Géza, a Flintstones család, a Frédi Béni, és van egy olyan sorozata, aminek az az érdekessége, hogy nem azzal a címmel égett bele az emberek agyába, ami a valós címe volt. A valós címe az volt, hogy kérem a következőt, ki tudja, hogy mi az a címe, ahogy mi ismerjük ezt. Dr. Bubó közben kérem a következőt volt a címe. Amikor készültem erre a műsorra, meg nem tudtam volna mondani. Az emlékezünk rovatokba két aktualitást találtam. Az egyik az sajnos a Németi Mari, aki már nincs köztünk, a múltkori előadás és a mostani előadás óta ment el. Sokat dolgoztam vele, nagyon szerettem, és nem leszek kegyeles értő, de ő is szeretné, hogyha humorosan emlékeznénk rá. Van egy történetem vele, a Marival. Ő általában a szinkron stúdiókban, hát hogy fogalmazzak, a testes boszorkány alkatú figurákat részesítette előnybe. És ez így ment hosszú-hosszú éveken keresztül, és jó néhány évvel ezelőtt, legalább egy 10-15, egyszer csak a Mari beemelém, és mondják, hogy a figurádat ündi-bündi. És megjelenik egy gyönyörű hercegnő. De egy gyönyörű, tehát kék szemű. Egymás nézünk a Marival, hát itt valami bőve hosszás van. Hát ilyen nem lehet.
és aranyosan csinálja a szerepet a hercegnőnek, és a poént lelőve, hát a végén a hercegnő az egy nagy darab bütibanyává változott. És ez amikor összefutottunk jó sokszor, akkor mindig előjött, emlékszem, Mari, amikor ez megtörtént, és jókat nevettünk, emlékezzünk rá, én nagyon szerettem. A másik aktualitás, tegnap volt, hogy 9 éve hagyott itt minket Szakácsi Sándor. Ez az idézet szerintem ez abszolút jellemzi az ő hozzáállását és gondolkodását. A színészet nem a szakmám, hanem a hivatásom. A színészet nem csupán szakma, lehet szakmaként és lehet hivatásként művelni. Nekem hivatásom, mert az egész életemet, az idegrendszeremet, a gondolkodásomat, a szemléletemet meghatározza, kitölti. Erről szól a reggelem, a nappalom, az éjszakám. Nincs más. És ugye ez a műsor kimondottan a szinkronművészetre koncentrál, mert hogyha a színpadi vagy a filmes művészetéről is kéne beszélni, akkor itt 3-4 hétig ülhetnék. De hát szinkronban is elképesztő figurákat alakított. Kevin Costner, Bruce Willis, Richard Gere. És persze a Dr. House most ugye a legutolsó nagy sorozata, és... Igen. Hát mondtam, hogy sokáig lehetne, igen. És hát tényleg ő volt az a tiszta, szép, barna hang. Emlékezzünk rá is. Eddig olyan 35 olyan 40 dia volt az előző műsorokban, és most egy ilyen dundi 82-re felszaladt. Úgyhogy, ha ezt be akarjuk fejezni 8-ig, 8:30-ig, akkor én most így kicsit így befogom a számot, és akkor egyből megkérdezem, hogy például mi a helyzet a szerelemben. Nem a kép kapcsán kérdezem meg, azt még nem kell nézni. A szerelem az szép és megmagyarázhatatlan dolog. Maradjunk ennyiben. De most erről a képről? Nem, az nem lenne publikus. Nem, a maga a szerelem tényleg érdekel, hogy a fiatal emberek most hogy működik. Na, Bence? Valószínűleg hasonlóképpen, mint később. Mert nekem egyébként... volt egy... Na, megmondom, bocsánat, jó, akkor... Mit értünk azon, hogy mindjárt. Hát 20 éves fiatal emberek. Nekem volt egy rémálmom a régi szerelmemnél. Hát próbálom itt nagyon, nehéz lesz, hogy politikaira korrekt legyen, ugye így szokták mondani. Szóval a régi szerelmemmel egy 3-4 hónapja voltunk még együtt, tudjátok, az a korszak, amikor ugye a jó oldaladat mutatott. Tehát, hogy nagyon figyelsz meg, stb. Nagyon szerettek a Zsuzsinak a szüleim, mi Újpesten laktunk egy 5,5 évet, de hát egy bablevessel egybekötött ebéd után, én nem tagadom, éreztem, hogy egy baleset történt. És nem voltam benne biztos, hogy történt egy baleset, de az biztos, hogy mi a tetőtérből laktunk a Zsuzsikával. És ez a szerelemről jutott eszembe, hogy mindjárt megtudjátok, azért összeért. Nem, és tényleg tartunk. És hát mondom, azért mégis ezt le kéne ugye ellenőrizni, hát emberek vagyunk. És a tetőtérbe soha se a akkori após jelöltem, se az anyós jelölt, se a testvére soha nem ment fel. És hát gondoltam, hogy ezt a galambot meg kell nézni, és kiszabadult, hogy neki ment a villanyoszlopnak, és fölmentem a tetőtérbe. És akkor képzeljétek el, hogy 3-4 hónapja vagy abban a családban, és akkor így hátulra mutattam, miközben a gatyót letolod, és a lábak között meglátod az após jelöltet. De megvan az a szituáció? Még egyszer mutattam. Tehát így. Akkor lettünk nagyon jóba, de mondtam, hogy te nyertél, Fali bácsi. Onnantól kezdve pedig még a kapcsolat is 5,5 évig tartott. Na, jó. Neked erről szól a szerelem. Nem ragadtátok meg a lényeget. De ez igaz történet, és hogy ilyen kis négy szem közt elmerem ezt mesélni, nem most volt ez egy 20 éve. De azt tisztázzuk, hogy én mind a két úriembert, olyan fura, mert régebben ezt rám mondták, de most már nekem kell mondani, hogy én gyerekkorok óta ismerem, tehát olyan régóta ismerlek ugye titeket. És rád sem az volt a jellemző, mint mondjuk rám, de ez nem követendő példa, hogy új, röfögök össze-vissza, meg hülyeskedtem, meg stb. Te is kicsit egy ilyen, most jó értelemben mondom, hogy ilyen magadnak valahogy visszahúzódó gyerkőc voltál. Én abszolút, kifejezetten szégyellős voltam, tehát én... Próbáltam így mindenkinek megfelelni, nem akartam, hogy azt higgyék rólam, hogy én valami rossz gyerek vagyok, vagy kilógok a sorból. És hát tulajdonképpen én arra koncentráltam, hogy abban szerettem volna így egy kicsit sikeres lenni, ami ott a feladat. Tehát nem azért mentem oda, hogy hülyéskedjek, mint egyesek. Én valahogy úgy voltam vele, hogyha 3 Oasis nótát el tudok játszani gitáron, akkor egyből lesz egy rockzenekarom. De megmozdítani nem voltam érte hajlandó.
Úgyhogy nem lett. Nem lett, viszont lett nyulam. Ez figyelj, ez... Tehát most ezt nem cikiből mondom, tehát abszolút szerető jelleggel. Általában én tudom, hogy ez a nyuszi nagyon közel áll hozzá. Ez így van, ugye? Így. De általában nem ez a jellemző a pasit, hogy a nyuszi közel áll hozzá. Tehát ez hogy? Már általában kutya van, macska van, mit tudom, és zsiráfot örökbe fogadnak az állatkertbe, és akkor nevedet kiírják. Ez a nyuszi, ez hogy jött? Ez tényleg érdekel. Nekem volt egy barátnőm, akinek volt egy nyuszia, és én az elején azt mondtam, hogy nem, hát egy nyuszi nem semmit nem tud csinálni, csak rágni, megbolózni, és akkor ez szép lassan kiderült, hogy nem. Van nekik is, nem mindegyiknek, de ha úgy tartod, akkor lesz egy kis személyiségük. Megszeretnek, már megismernek, és ettől több lesz, mint egy nyúl, ami csak a ketrezben ott van és aranyos. Tehát lehet akkor... őket tanítani, mint a kutyát, hogy ülj le, meg... Odáig azért nem odáig. Szoktunk, de tudja, hogy hova nem szabad neki bemenni, hova nem szabad felugrani, mert megjegyzi, hogy... De persze szeretettel kell, meg utána meg kell puszilgatni. Mi a neve a nyuszinak, bocsánat? A legújabb? Ja, hogy több van. Hát több van. Mivel nagyon pici törpe nyuszi, ezért az elején a nagyon fantáziadús mini nevet sikerült neki adnunk. Aztán úgy hozta az élet, hogy én megint összeköltöztem anyukámmal, és akkor ő is megszerette a nyuszit, és akkor már, nem tudom milyen nevek voltak, de a legutóbbi a művész úr. Megszólítás, mert amikor bizonyos szituációkban nem foglalkoztunk vele, akkor érezhetően lelki terrort alkalmazott. Eljátszotta, hogy beteg, órákig szóval nem szerint. Mozdult meg, és amikor már látta, hogy eleget aggódtunk, akkor abban a pillanatban ugyanonnan folytatta ezt a nagyon aktív. Várjál, művész úr, akkor gondolj, kitalálom, kisfiú nyusziról van szó. Így van. Jó van. Nézegettem ezeket a képeket, és köszönet a szülőknek a titkos eljuttatásért, hogy ezeket így megkaptam, nem élek vele vissza, csak itt a műsorban, hogy engem nagyon érdekel az, hogy a mai világban kicsit az a meglepő, most bocsánat, hogy valakinek nincs tetoválása, mostanában gondolom. Most már igen. Ez a tetoválás, ez tényleg valami önkifejezés, vagy szeretném, hogy neked mit jelent? Na, most nem akarok ilyen szardumákat mondani. Ezt. Szardumát? Vagy... Nem, önkifejezést. Emellett én nem tagadom, hogy szerintem egy tetovált ember az, tehát tényleg menő, feltűnő, érdekes. Én szeretnék az lenni egyrészt, másrészt a tetoválásaimnak mind van jelentősége, vagy jelentése. Mind az életemnek egy-egy fontos valaki-e, vagy valami-e, vagy valamihez kapcsolható dolog van a testemre tetoválva. Hát akkor adja a kérdés magát a Gregus utca, ott lakják. A Gregus utca az, ahol félig felnőttem, mert az volt a fészek, nagyszülők, hétvége, akár hétköznap is, hogyha velük voltam, és az egy ilyen ikonikus helyszín az én életemben, a mai napig. És ezek olyan tetkók, hogy ezek nem szívódnak fel, tehát akkor 82 éves szenior leszel. Annyiszor kérdezték már. Nem, ez a tetoválás nem szívódik fel. De van olyan már, hát olyan butaságot nem kérdeztem el, vagy nem létezik. Én nem hallottam róla. Akkor ez kamu, PR fogás. Hogy? És mint tetoválás. Na, hát akkor van olyan. Hogy? Jó. Hát ez nem az. Ez nem, nem mint tetoválás. Jó, itt... most mit? Na megmondom, ahogy így idősödöm, de ez most komoly beszélgetés, itt elhülyes, mert azért én sokat foglalkoztam veletek. Nagyon meg kell becsülni azt, én ezt mondtam múltkor is, hogy ez, pláne, hogy idősödtök, hogy még semmi poén nem mondtam. Tehát, én csak a képen. Ja. Hát azon én is rögtem. Szóval, hogy nagyon meg kell becsülni azt, hogy tényleg nagyon kevés az igaz barát. Most igen, megint ilyen közhelyes dolgok, de így van, erősítsetek meg, nem. Tehát azért bajban ismerszik meg az ember vagy a barát, amikor tényleg ott van, hogy amikor nem arról van szó, hogy együtt sörözgetünk, hanem tényleg egymásnak a lelki, akár az örömöket, akár a bajokat, vagy támogatni a másikat. Bár én tudom a történeted, itt rajongók meg szülők ülnek, meséljük már el, hogy hogy kezdődött ez a barátság. Ez egy jó történet. Te hogy emlékszel az elejére? De egyébként ugyanazt fogjuk elmondani nagyjából. Harry Potter miatt találkoztunk tulajdonképpen. Akkor ismertük meg egymást. Valahogy azért tudtuk, hogy én tudtam, hogy ő a Harry Potter, ő tudta, hogy én vagyok a Ron, és akkor elkezdtünk beszélgetni. De várjál, tehát akkor már voltak felvételek, és tudtátok, hogy ki melyik szerepel. Akkor már lement az első filmnek a szintén. Az első rész után volt ez tulajdonképpen. És nem is találkoztatok felvételek közben? Nem. De úgy se, hogy váltásba se?
Nem láttuk egymást. Jó, mert azért ezt mondjuk el, most nekünk ez természetes, de hogy zajlik egy szinkronfelvétel, hogy a kicsit a Földi Tominak a dolgait visszahozzuk. Ugye ő minden előadás előtt 25 percben magyarázta a technikai részeket. Én ezt most ugrani fogom, de mert sokan azt gondolják, hogy együtt veszik a szinkront fel, de most már ez nem így van, vagy nem mindig? Az utólagos hangutó munkák miatt van az így, mert sokkal egyszerűbb külön sávra felvenni a hangokat, mert utána lehet ezzel variálni, hogyha... Olyan szempontból viszont jobb, hogyha többen vagyunk bent, vagy a hangerőt is tudjuk egymáshoz igazítani, meg úgy lesz egy íze egy párbeszédnek. Viszont az utólag vághatatlanná válik gyakorlatilag, és emiatt veszik külön az igényesebb filmeket. De beleszóltam, bocsánat, szokás szerint, tehát akkor ott nem találkoztatok? Ott nem. De csak volt egy vetítésed ilyen nagy mozinak? Nem, szerintem még a vetítés előtt és a szinkron után volt egy ilyen. Én úgy emlékszem, hogy a Duna TV-nek a szinkron stúdiójánál várakoztunk. Igen, ott volt, de egyébként szerintem akkor lettünk barátok, miután ez a Harry Potter, ez ilyen nagy, nem is tudom, hát népszerű volt, meg én nem tudom, én annyira nem voltam. De akkor ti tudtátok, hogy ez milyen népszerű sorozat? Én akkor még nem. Hallottam a könyvekről, sajnos én teljesen elzárkóztam ettől, nem is tudom, hogy miért, talán pont azért, mert mindenki azt mondta, hogy olvasd már el, olvasd el, ez nagyon jó, és akkor én már csak dacból is inkább azt mondtam, hogy adjatok már, maradtam rébolyinkkal. Igen. És hát akkor kezdtünk el így megismerkedni, amikor hívtak minket különböző műsorokba, hogy beszéljünk erről, meg csináltak, azt hiszem aktívba voltunk egyszer. De ilyeneket tudtok... Még azt mondjam már, hogy én viszont olvastam a könyveket. És nekem ez konkrétan egy álmom volt. Pici koromban, hogy fú, hát ha jön a Harry Potter és filmet csinálok belőle, én akarok lenni a hangja. Ez hogy volt? Mert ez nekem fel volt írva, de akkor megelőztél ez a történet. Hát elég régen volt, tehát most így percről percre nem tudom elmondani. Jött a film, vagy mi, jött a könyv ugye, amit elolvastam, mert annyian ajánlották. És akkor jött a hír, hogy lesz belőle film. Na most mivel én a szinkronon belül én dolgoztam már különböző filmekben, én azt mondtam, hogy ha ez jönni fog, tehát nincs az Isten, hogy legalább a lehetőségét. Hát igen, mennyivel könnyebb volt, és persze behívtak a castingra. Az én korombeli fiúk rajtam kívül is volt, nem tudom, 4-5-6, akiket alkalmasnak gondoltak, és megkapta. Szóval ez egy ilyen mesebeli történet. Tulajdonképpen. Ha nem, ez a profi fotózás, ez ki csinálta ezeket? Ez megint egy ilyen hobbi? Az oké, de hogy ez egy ilyen hobbi szinten működik, mert ez profi fotó, látszik, hogy beállítod, fölteszik az Instagramra. Aztán volt már azért egy jó pár fotós munkám, és most jönnek is komolyabb felkérések. Profi szinten ebből is szeretnél? Hát azt mondják, azért szoktak felhívni, mert azt mondják, hogy profi minőséget tudok. De ne, tehát nem ez a foglalkozásom, nyilvánvalóan ezt tudják, de egyre több felkérés van, és tökre örülök neki. Ez alapján úgy látom, hogy tök jó tehetséged van ahhoz, hogy a nem fotogén embereket tökéletesen. Igen, itt a Mence nagyon mosolyog, szóval mindenki lehet látni. Szóval nem tudom, mire beszélsz. Jó. Fú, de rengeteg diánk van még, és mennyi az idő? Fú, bele kell húzni. Bence! Két számomra, vagy a nézők számára két legfontosabb, hogy lássad, vagy legismertebb figura. Kicsit mesélj már róluk, mennyiben más csinálni, nem más, szeretted, nem szeretted, hagyjál békén. Na, és egyébként is a ISDB szerint 318 szinkron van már mögött, ez csak a filmek száma, tehát nem a sorozatok. A Rupert Grint, ez pedig nem van. Hát azt az Alkonyat című sorozatból. Én? Ja, benne vagy, csak keveset, ja, tudod? Hát de az Alkonyat sorozat megvan, a Várfilmes. Megvan. Egyszer-kétszer előkerül benne valami farkas ember, vagy hogy nevezik ezeket? Bocsánat, igen, farkas ember, de az is ilyen kulcsorozat, azért kérdeztem, hogy itt vérfarkas. De ez nem egy annyira emlékezetes. Inkább a Rupert Grintről tudnék mesélni, hát vörös haja hát ezt nem gondoltam volna. Nem, őt egyébként nagyon szeretem csinálni, mert ő teljesen komolytalan. Még ha megpróbál komolyan is
színészkedni, akkor is az egy kicsit komikussá válik. És én az ilyenekben nagyon szeretem magamat kipróbálni. Tehát ez az ilyen viccelődős, az szerintem testközelibb, vagy hogy jobban testhez áll nekem az ilyen humoros. Jó, az én koromban is voltak ugye vámpírok, akkor azt Drakulának hívták, meg ugyanúgy varázsoltak, mit tudom én, varázslatos iskolabusz, amit na, ti gyerekkoratokban ment mondjuk, hogy a Harry Potternek, meg az Alkonyatnak mi lehet a sikere, hogy ekkora siker lett a világon? Mert eddig is voltak varázslós filmek, meg vérfarkasok, de meg vámpírok. A Harry Potternél meg tudom érteni. Voltak varázslós filmek, de ott kitaláltak egy ilyen iskolát, ahol... Én mindkettőt meg tudom érteni. Milyen az Alkonyatot egyáltalán nem. Szerintem ezek mind ugyanarról szólnak, illetve nem, mert az egyik azt hiszem kicsit szerelmesebb sztori, a másik meg barátságos sztori. Lehet, hogy a barátságról szól, a másik a szerelemről, de... Sokkal komplexebb, gondolj bele, hogy egy csomó szereplő. De az a lényeg, nem érdekes, figyelj, az a lényeg, hogy... Mindjárt összevesznek a jó barátok! Kell valami érdekes tálalása egy ilyen nagyon egyszerű sztorinak. Húha, bajba vagyok, barátok ott vannak, segítenek. Ez a Harry Potter. A másik pedig az igaz szerelem, küzdjünk a végsőkig. Csak akkor meg vámpírok, meg farkasok. Bent, hogy én azt gondolom, hogy úgy érdekes, hogyha ezeket bebugyolálod egy vámpíros körítésbe, mert annyi szerelmi történet volt már, hogy amikor csináltuk a Twilight-ot, akkor én például észrevettem, hogy azzal a filmes eszközzel élnek a legtöbbet, amikor néznek mereven egymásra a szereplők, de nem beszélnek egy szót se. Hát végebben a Jancsó filmekben volt a tehén, meg a mesztelen nő, 20 percig a pusztába haladtak a korban. Nem erre gondolok, tehát hogy nem, még csak nem is hosszú snittek, mert ugyanúgy vagdosva, de semmi dialógus. Néznek, és akkor van valami jó, vagy valami rossz zene alatta. De ez általában elegendő manapság. Na, és akkor mi elegendő ez a két figurához? Remélem, te felismered azért mind a kettőt, tehát persze, ne hozz olyan helyzetben, mint a Bence, hogy na, mesélj róluk. Hát az egyik a Harry Pottert játszott, a másik pedig a Jacobot, a... Melyik a címe? Alkonyat. Twilight. Twilight, nekem Alkonyat. Alkonyat, igen. De ennyi? Tehát így ennyire hát, adott? Hát figyelj, én jobb színésznek tartom a Danielt. Ez jutott így elsőre eszembe. A másik csávó meg annyira kigyúrta magát. Erre emlékszem is, volt egy reggeli telefonos beszélgetés, amikor engem kapcsoltak telefonon, mert nem tudtam elmenni, hogy ott is nagyon röhögtek, mert azt a jelenetet idéztem fel, amikor már tényleg nem tudják fokozni a filmet, és akkor ő mindig leveszi a pólóját. És szét van gyúrva, és gondolom, mivel a közönségek gondolom 70-80%-ban inkább lányoknak, mert amúgy is inkább szerelmes történet, ezzel kiválóan el tudják vinni az összes. Valahogy így. Ez a tetoválásod, ez megvan, amit látunk a képen? Vagy megvan, ez van. Ja, ott van. Azt hittem, az most már más van helyette. Megvan. Jó, hát akkor kivégeztük itt. Én azt gondoltam, hogy itt kicsit mélyebben fogunk a szereplőkről, de tiszteletbe tartjuk, ha ennyit akartatok mondani. Abszolút megértem. Itt egy kép, hogy azért a szinkron az egy komoly műfaj például. Most nem lehet tudni, hogy ez a Twilight, Alkonyat, vagy a Jóisten tudja milyen sorozat közben, de az biztos, hogy a Bence ugye egy kicsit megpihent két diszpó között, de hát emberek vagyunk. Fárasztó a munka egyébként? Úgy összességében? Van, hogy fárasztó, van, hogy inkább fáradtan megyek oda. De... Értem, és azért fárasztó. De ez például azt hiszem valamilyen rajzfilm sorozatnak a szinkronja volt, és hát egy kicsit úgy gondoltam, hogy két tekercs között én ott megpihenek sötétbe. Uh-huh. Megint egy kis merénylet. Ugye Harry Pottert akkor sem ússzátok meg, egy-egy üres papír, és a következő lesz a történet. Jönnek a kérdések, és aki a legkevesebb kérdésre tudja majd a választ, az pedig kezdheti a vers, ahogy tetszik című rovatunkat, jó? Na, mit jelent szó szerint az expecto patronum? Nagyjából 5 másodperc, amit nagyon sok kérdés lesz. De most mondani kell? De hát írjad le, persze, és utána mondjuk. Hát ha, de ha nem tudjátok, akkor passz. Na de várjál. Mondjuk. Te biztos, hogy ők csináltak Harry Potter? Tudjátok, hogy nem tudjátok? Majd meglátjuk.
Jó, te mit írtál, Bence? Hát, hogy szó szerint mindjárt, ezt nem tudom, ez a dementorűző varázslat. Mit csinálsz? Dementorűző varázslat. Itt és te mi? Hát én az leírtam, hogy patron is idézés, de hát ez nem szó szerint. Védelmezőt vállalt. Jó, de nem latinul, nem tanultam. Ne haragudjatok, ez a Harry Potterbe. Hát ez egy kemény nullaponna. Nézzük a következő kérdés. Na, Harrynek milyen sárkánnyal kellett megküzdennie a negyedik kötetben? Hát, mint te nem olvastad, de a filmben is lehet. De tudom, na, én is. Magyar mennyből. Ó, és tényleg az. Erre én is emlékszem, mert ugye ez egy olyan büszkeség, hogy nem dán cuppogó. Mit tudom én, magyar mennydörg, olyan jól hangzik ez, nem? Mikor van Harry Potter szülinapja? Bence, most te kezdted. Igen? Valamikor augusztus és június között. Szerintem suli kezdés környékén, augusztus vége, szeptember eleje. Hát ez egy július 31-e, úgyhogy gyorsan robogjunk tovább, jó? Az alábbiak közül melyik főzet az igazság szérum? Az alábbiakat még megmutatottak. Ja, tényleg itt behibáztam. De amúgy a 100 millió, én tudom. Ez van. Hát ezt veszettük be, igazából ahonnan ezt néztem, ó, jó beégtem, mi? Na mindegy, hát akkor ezt ugorjuk. Ez a Veritas szérum. Ó! Hát ó, neki jó volt az alábbiak közül. Hölgyeim és uraim, 2016. március 8-a, 5-10, ez volt az arcok a hangok mögött, szinkrontitkok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Egy közlemény még van. Következő alkalommal április 5-én, most jól mondom, ugye? 5-én találkozunk. Szórádi Erika és Mihály Győző lesznek a vendégek, és van egy nagyon fontos kérésem, hogy a Makai Sándor színművész úr egy életműdíjat fog kapni ennek keretében. Legalább legyünk ennyien jó, hogy a Sanyi bácsi meg eleve érezze a megtiszteltetést. Nincs teljesen jól már a Sanyi bácsi, de most nem akarnék belemenni ilyenekbe, tehát hogy szeretném, hogyha tényleg úgy érezné, hogy itt nagyon sokan kíváncsiak rá. Hölgyek, urak, boldog nőnapot, további szép estét kívánok, és akkor jó uraknak nem, de valakinek meg igen. Na, hát most a mai világban már lehet. Köszönöm szépen a szülőknek a segítséget, Annának, Jucinak, Gabinak, hogy itt fel tudtam készülni a gyerkőcökből, akik közben felnőttek lettek, és akkor aki szeretne fotózkodni, meg mi egymást, az nyugodtan jöjjön ide. További szép estét mindenkinek!